Sziasztok! A cím folytatása kép, hadd kezdjem egy újabb kérdéssel. Mi az, amit mindenki tud vagy tudni vél Móra Ferencről, amire mindenki emlékszik vele kapcsolatban? Azt hiszem az, hogy meséket, meseszerű elbeszéléseket írt, és fő műve a kincskereső kisködmön kötelező olvasmány volt diákkorában. Aztán az, hogy szobrok és emlékházak kötődnek hozzá, és számos oktatási, közművelődési intézmény, iskola, könyvtár, sőt valószínűleg sokan tudják, hogy a Szegedi Városi Múzeum is az ő nevét viseli, és hogy több könyv is született életével és munkásságával kapcsolatban, de fellelhető diafilm is. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton foltozó szűcslegény, majd szűcsmester, anyja Juhász Anna kenyérsütő asszony volt. Ezek az adatok szinte minden internetes találat során előkerülnek, és úgy gondolom, ugyanezeket hozzák a lexikonok is. Pedig mindezt másképp is el lehet mesélni. Tehát, Móra Ferenc 1879-ben születik Kiskunfélegyházán, itt végzi a gimnáziumot is. 1897-1901 Budapesten jár egyetemre. 1901-1902 Vas megye, Felsőlövő, tanárként dolgozik. 1902. A Szegedi Napló szerkesztőségébe kerül, majd megnősül. Ugyanebben az évben megjelenik az Aranyszőrű Bárány című elbeszélő költeménye. 1904. A Somogyi Könyvtár és Közművelődési Palota munkatársa lesz. 1905. Megjelenik Szegény Soron című verseskötete, illetve az Én Újságom című lap szerzője lesz egészen 1922-ig. Emellett a Dugonics Társaság tagja, majd helyettes titkára, később titkára. 1906. Megjelenik az Öreg diófák alatt című ifjúsági műve, mely 1922-ben Dióbél királyfi címen kerül kiadásra. 1907. Ásatásai kezdete Csókán 1914-ig. Ezután sorra jelennek meg kötetei. 1908. Rabember fiai. 1909. Természetrajz című iskolai tankönyv. 1911. Mindenki Jánoskája. Ez évben szabadkőműves lesz a helyi, szegedi szervezetnek 1920-ig tagja. 1913. Csili Csali Csala Vári Csalavér. Ugyanebben az esztendőben a Szegedi Napló főszerkesztője lesz 1919-ig, de haláláig munkatársa marad. 1915. A Petőfi Társaság tagjának választják. 1917. A Somogyi Könyvtár és a Városi Múzeum igazgatója. 1918. Kincskereső Kisködmön. 1920. Könnyes könyv címen újabb versgyűjteménnyel jelentkezik. 1922. A Festő halála, mely 1930-tól Négy apának egy leánya címen jelenik meg. Emellett a Világ című liberális napilap munkatársa lesz, annak betiltásáig, majd a Magyar Hírlapé haláláig. 1924. Georgikon, Hannibal föltámasztása. 1925-től 1929-ig Betű ország virágos kertje. Öt kötetes tankönyvsorozat az elemi iskola mind a hat osztályának. 1927. Ének a búzamezőkről. Ez évben Félegyháza díszpolgárává választják, ünnepélyes átadás 1929-ben. 1931. A Kisfaludi Társaság tagja lesz. 1932. Aranykoporsó. A regény első példányát díszdoktorrá avatásán a Szegedi Egyetemnek ajándékozza. 1934. Életének 55. évében bekövetkezett halála után még részben általa kiadás alá rendezett könyvei jelennek meg. Daru utcától a Móra Ferenc utcáig, illetve Utazás a föld alatti Magyarországon. Hogy lássuk, hogy egy ember története nem csak évszámokból, nevekből és címekből áll, és egy ember élete nem azonos a vele kapcsolatos adatok összességével, nézzük újra az elejétől. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton foltozó szűcslegény, majd szűcsmester, anyja Juhász Anna kenyérsütő asszony volt. A történet azonban nem itt kezdődik.
A Móra család nem élt mindig szegénységben, és Móra Márton nem volt mindig foltozó szűcs, ahogy felesége sem volt mindig kenyérsütő asszony. Móra Márton és 10 perccel fiatalabb ikerötse, Móra András 1858-ban keveredtek Kiskunfél egyházára. A jászberényi születésű fivérek jászárok szálláson töltött inas éveik után a kor szokásainak és a célszabályzatnak megfelelően, mint a szűcsmesterséget tanuló vándorló legények kerekedtek föl. Ám úti céljukat, Szegedet sosem érték el. Útközben hamis kártyások környékezték meg őket, pénzüket elnyerték, s a legények félegyházán ragadtak. A városban a szűcsök 1818-ban alapíthattak önálló céhet, a század közepére pedig már 160 mester tartott nyilván a helyi szervezet. Márton és öccse a szűcsök szállásán éjszakáztak, majd másnap el is szegődtek Almási György műhelyébe, szakmai ismereteik bővítésére, gyakorlására. Móra Márton 1860-ban kapta meg szabaduló levelét, amit ma talán a tanulmányok befejeztét igazoló okmánnak nevezhetnénk. Ezután elkészítette remekét, mai kifejezéssel vizsgadarabját, melyet a cég előjáróságának kellett benyújtania. Tudása elismerése után már csak az úgynevezett tagsa befizetése volt hátra, mellyel a cég tagja lett. Ugyanekkor lakosi jogért, polgárságért is folyamodott a helyi tanácshoz, s félegyházi lakossá válását követően 1861-ben megnősült. Választottja Juhász Anna vagy Nyeszó Juhász Panka, szegény Zsellér család leánya volt. Az újdonsült férj mestersége eleinte jövedelmezőnek bizonyult. Önálló műhelyt nyithatott, két inassal és két legénnyel dolgozott. Ezüstgombos, zsinóros magyart viselt, házat vásárolt, az örökölt faluszéli szőlőhöz is toldott valamennyit. 1875-ben bormérési engedélyért is folyamodott, emellett kukoricaföldet bérelt, és a terményen hízót nevelt, vagyis gazdálkodó lett. Ekkorra már szükség is volt rá, hogy több lábon álljon. Az 1872-es ipartörvény alaposan felforgatva a kézművesek életét, megszüntette a céheket. A bőrruha kezdett kikopni a divatból, ugyanakkor mindinkább terjedtek az olcsó készruhák. Ezzel párhuzamosan elszegényedtek a környék parasztjai is, a mesternek egyre kevesebb munkája maradt. Leginkább csak a rongyá hordott subákat javítgatta, így lett az egykori remekes szűcsből lassan foltozó szűcs. A család sorsa 1876 tavaszán pecsételődött meg. A húsvéti fagyok tönkretették a szőlőt, a kukoricát, elhullottak a malacok is, vagyis tönkrement a gazdaság. 1881-ben a baj tetéződött. Vadvíz tört a szőlőre, elvitte a termést, kiölte a termő gyümölcsfákat. Ebbe a nyomorúságba született 1879-ben Móra Ferenc, és így lett Móra Mártonné kenyérsütő asszony. Hogy ez akkoriban mit jelentett, ma már nehéz elképzelni. A családfő talicskán tolta az őrölni valót a malomba, ahonnan természetesen a lisztnek is haza kellett kerülnie valahogy. Az anya végezte a dagasztás, fűtés, szakajtás, bevetés fáradtságos munkáját. Naponta kétszer, háromszor sütött, mindig 6 kenyeret egyszerre, de mellette cipót, lángost, lekváros kalafantyút is. Este kezdett kovászolni, dagasztani, hajnalra sültek ki a kenyerek. A gyerekek dolga volt a keresett portéka piacra vitele, házhoz szállítása. A nagy, kerek kenyereket a fejük tetején vagy, ha kettőt bíztak rájuk egyszerre, akkor abroszba kötve a mellükön és hátukon cipelték. De ahogy az anyja minden elfoglaltsága ellenére, még az apa munkájába is besegített fértszedéssel, eltisztázással, úgy a gyerekek is sok egyéb módon részt vettek a család fenntartásában. Móra Ferenc, a kis Fercsike az író visszaemlékezései szerint hol csicsókát, hol pattogatott kukoricát, hol egy-egy krajcárt vitt haza keresetként, miután szamarat legeltetett, ringatta a takás kisbabáját a bölcsőben, vagy házról házra vezetett egy vakkoldust. Kész csoda, hogy a szülők ilyen körülmények között gyermekeiket tisztességesen fel tudták nevelni, és sikerült előteremteniük mindent, hogy diplomás emberként kezdhessék az életet. István tanító lett, majd polgáriskolai tanár Budapesten, Juliska tanítónőként Szolnokra került. Ferenc életét pedig nagy vonalakban már áttekintettük. De hogy jobban megismerjük, megértsük, beszélnünk kell gyermekkorának egy másik bizonyosan meghatározó élményéről. Ez pedig a család többszörös személyes tragédiája. Móráné ugyanis 10 gyermeket szült. 10 testvér közül élte meg 3 a felnőtt kort.
Ferenc születése előtt egy évvel például egy Ferike nevű 4 éves kisfiút vesztettek el a szülők a diftéria miatt, a mi Ferencünk tehát utána helyette kapta a nevét. A torokgyík különféle neveken már az ókor óta leírt súlyos, gyakran halálos betegség. A mandulákon képződő hártyaszerű, a garatra gégére is ráhúzódó bevonatot a beteg olykor felköhögi. Erről a pikkelyesnek tűnő, gyíkbőrre emlékeztető bevonatról kapta a nevét. Magyarországon a 19. században a megbetegedéseknek átlagosan 40%-a végződött halállal, egyes vidékeken azonban a halálozási arány az 50, de akár a 80%-ot is meghaladta. Nagyon érdekes visszatekinteni mindenre a jelenlegi, az egész világon fennálló helyzet árnyékából. Csak halkan jegyzem meg, hogy egy valós, szinte minden családot érintő, súlyos problémáról beszélünk, amelyek kapcsolatban semmiféle társadalmi egyeztetésre, vitára vagy hatalmi szóra nem volt szükség, amelynek a létezéséről senkit nem kellett meggyőzni, sőt, hosszasan minden lehetséges eszközzel győzködni, mert az emberek bárhová néztek, a baj ott volt, a következményei ott voltak. Van a mi alsó temetőnknek egy 20 esztendővel ezelőtt nyitott parcellája, amelyben szélesebbek a sírok, mint hosszúak. 2, 3, 4 kicsi testvér csicsikál mindegyik alatt. Olyan is van egy, ahol 6 egy testvér bogárkát földeltek el. Írja Móra István Sírósebb című elbeszélésében a rettegett betegségről, amely sorban megfojtotta az ő testvéreit is. A szülői házból hozott csomagjának 3. lényét, gondolkodását meghatározó tényezőjéről Móra Ferenc 1911-ben a szabadkőműves páholyba való felvételi kérelme alkalmával ezt írja. Egyetlen örökségemet, a hazulról hozott öntudatlan liberalizmust és humanizmust nem tékozoltam el, mindössze öntudatossá tette az élet. Mi volt pontosan ez az örökség? Az 1834-ben született, korán árvaságra jutott fivérek, Márton és András a 48-as forradalmat, majd a szabadságharcot kamaszként élték meg, és legalábbis Móra Márton lelkén a történelmi események egész életére kiható nyomot hagytak. Báványozta Kossuth Lajos lelkesedett Petőfi költészetéért, maga faragta borotva tartóján Kossuth arcképével együtt díszlett a jelszó. Éljen a 48! Ez a 48-asság sok mindent jelentett. Paraszti bizalmatlanságot az urakkal és az ő hatalmukat képviselő hivatalnokokkal szemben, ábránt kergetés, jámbor tiltakozás az életnek a szegényekre nehezedő terheivel szemben. Ezzel az útravalóval hatta el félegyházát Móra Ferenc, de útja meglehetősen rögösen indult. A Rókus kórház földszinti konyhái adtak nekem olyankor menedéket, azoknak a rossz ablakain tódult ki a gőz, amely meleg is volt, ételszagú is, fűtötte is az embert, jól is lakatta, s elviselhetővé tette az életet. Írta később budapesti egyetemi éveiről. Végül azonban megérkezett a megérdemelt siker, Móra Ferenc ma már irodalmunk megkerülhetetlen alakja, mindannyiunk bölcs, szelíd, gyakran tréfálkozó, mesemondó nagypapája. De ez csak az érem egyik oldala, Móra Ferenc egyik arca a sok közül. Ő nem csak kuruc történeteket, Mátyás királymeséket írt, meg persze a kincskereső kisködmönt. Az író sikerének egyik ritkán emlegetett összetevője az a sok-sok segítség, amit pártfogóitól kapott az évek során, családon belül, szűke pátriája határai között, fővárosi évei alatt, illetve Szegedre érkezése után. Móra megnyerő személyiségű ember volt, nyitott, érdeklődő, tanult és szellemes. Kiváló csevegőként ismerték és kedvelték, könnyen szerzett barátokat és támogatókat. 15 évvel idősebb testvérbátyja István a Budapesten is elismert, de főleg az Alföldön népszerű író, költő sokáig volt Ferenc példaképe. Az ő hatására kezdett el verseket írni, de a tanári hivatás felé elindulni is. Továbbá István volt az is, aki a bérelt fűtetlen szobából az utcára menekülő s kedvenc ablakánál melegedő fiatalember számára egy alapítványon keresztül ingyen ebédet szerzett, ahogy szerepe volt abban is, hogy a szépreményű ifjú Szegedre került. E fontos melléálláson kívül iskolai évei alatt is, elemista korától egyetemi tanulmányaig, mindig akadt egyet tanára, aki támogatta az éleseszű, tudásra szomjas diákot. Amikor például egy nyárvégi égverés 1892-ben oly súlyos csapást jelentett a családnak, hogy Móra Ferenc tandíját már nem tudták kiszorítani,
Eisztrich György vállalta át ennek kifizetését. Móra István barátja, Péterfi Sándor az 1896-os nyugdíjba vonulása alkalmával királyi tanácsos címmel kitüntetett pedagógus és tanügyi szakíró, akinek tevékenységeit és érdemeit még hosszasan lehetne sorolni, nem csak szállást és vacsorát nyújtott a szorgalmas egyetemi hallgatónak, de amikor a megszállott tanulás és a kényszerű pénzkereset miatt már kezdtek összecsapni a feje fölött a hullámok, az ő ajánlására került a Vas megyei felső lövőre segédtanárként. Itt kell megemlítenünk Tömörkény István nevét, aki a híres szegedi Somogyi Károly könyvtár és városi múzeum igazgatójaként vette fel Mórát a természetrajzi tár rendezésére, ekkor még fizetés nélkül, majd a munka végeztével szakdíjnokként vette maga mellé. A minden iránt érdeklődő fiatalemberből Tömörkény nevelt igazi tudóst, de hatással volt írásművészetére is. Ugyancsak Tömörkénynek köszönhető Móra régészi karrierje is. 1907-ben ő küldte ki a mai Szerbia területén lévő Torontál megyei csókára, ahol 7 szezonon át folytatott feltárásokat, és közben elvégzett egy a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett régészeti tanfolyamot Kolozsváron, ahol ásatási módszertant és tipológiát tanult. A következő meghatározó személy Móra életében Pósa Lajos, a híres nótaíró, akinek szövegeit énekelte Dankó Pista, megzenésítette Bartók Béla, aki rangot adott az ifjúsági irodalomnak, s elismert írók, költők, tudósok igyekeztek megjelenni lapjában, az Én újságomban, ahol szinte versengtek a gyerekek elismeréséért. Ebbe a heti lapba hívta meg Pósa Móra Ferencet is, akinek itt forrott ki egyéni hangja, s itt lett országosan ismert ifjúsági író. Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy az író mindent barátainak és patrónusainak köszönhet. Amikor 1885-ben az elemi iskola első osztályába került, már folyékonyan írt és olvasott, és komoly, érdeklődő gyermek lévén ezután is kiváló tanuló volt, annyira, hogy tanárai helyett olykor órát is tartott. Gimnazista korában szokása volt az akkoriban füzetekben megjelenő Pallas lexikon őt érdeklő passzusait kijegyzetelni, amíg csak anyja egyszer ott nem találta a túl sok petróleumot fogyasztó lámpa fölé görnyedve, amikor hajnalban felkelt kenyeret dagasztani. Fia egész éjjel körmölt, kiírta az írók, költők életrajzát, foglalkoztatta a mitológia, a filozófia, a növénytan és a csillagászat is. Később, budapesti évei alatt, mint tanszéki asszisztens és szakosztályi elnök is tevékenykedik. Szerepet vállal az egyetemi körben, írogat az egyetemi lapokba. Péterfi Sándor az Ötvös Alap alapítója és kurátora, István bátyja közbenjárására a tanítókat segélyező alapítvány terhére kap ingyen ebédet a Pannónia étteremben, dolgozatjavítással, kéziratmásolással bízza meg, korrektori állást vállal a Magyarország című lapnál és közben a legkülönfélébb álnevek alatt Bartos Imre, Fehér György, Tanyai Tamás, Árokházi Lőrinc, Szántovai Gusztáv verseket jelentett meg az Új Időknél és a Félegyházi Hírlapnál. Versei egyébként 16 éves korától jelennek meg, a Magyar Figaróban például versenként 5 korona honoráriumért Fehér György néven. Móra Ferenc az idők során igazi polihisztorrá nőtte ki magát. Író, költő, újságíró, szerkesztő, könyvtáros, néprajzkutató, régész, muzeológus, múzeumigazgató volt egyszerre. Sírmezőket, kunhalmokat térképezett fel, tanulmányozta a nomádok temetkezési szokásait, gyarapította a múzeum gyűjteményét. Jellemző például, hogy összesen 104 lelőhelyen ásott, 12 régészeti témájú cikket írt és nem pihent szabadsága alatt sem. 1932-ben a Balatonnál nyaralva például egy bronzkori urnát bontott ki. Bizonyított tény, hogy Móra Ferenc, amikor a múzeum forráshiányokkal küzdött, saját erejéből is finanszírozott ásatásokat. Ő maga így vall erről. Napi 8-9 órai munka az intézetben és éjjel 7 órai a szerkesztőségben. 5. éve már, hogy hajnali 4-kor alszom el, s 9-kor már készen állok az új robotra. Fáradtságot nem ismerve, a város mindeneseként dolgozott, míg végül a teste mégis feladta. Egészsége megtört, utolsó éveiben gyakran járt külföldre, különféle fürdőhelyeken kezeltette magát. Ez volt tehát az az otthonról hozott útravaló, amellyel Móra Ferenc nekivágott a világnak. A nélkülözés és gyász fájdalmas emlékei, apja csendes, makacs lázadása, a nehézségek között összekovácsolódó család szeretetteljes légköre,
A nyilván jó természete miatt könnyen feltűnő, jó szándékú segítők és rendíthetetlen szorgalom. Fehér hajával, néhol mélabús, néhol huncut tekintetével, a gyerekeknek szánt történeteiben mindig győzedelmeskedő igazsággal, egy tettekben, sikerekben gazdag, erkölcsös élet után a békés öregkort élvező igaz ember képe bontakozik ki előttünk, de, ahogy arra már utaltunk, ez csak Móra Ferenc egyik arca. Ő ugyanis nem volt az erényesség és hűség mintaképe, ahogyan mindezek alapján azt gondolhatnánk. Móra Ferenc közismert és népszerű ember volt, korának celebje, aki érdekelte az embereket. Egy-egy, úgymond sztár nyaralásán hamarosan mindenki tudta, milyen szivart szív, mit reggelizik, mikor ruccan ki a vízre vagy a postára, ami időnként zavaróvá vált a számára. Nem hiszitek el, milyen kellemetlen érzés az, ha nagyon erős a bagó és szeretne az ember köpni, de nem mer, mert meglátja valamelyik olvasó és az uzsonna kávénál arról tracsolnak, hogy jé, de hegyeset köpött a Móra, jegyzi meg valahol. Ezzel szemben nem igazán volt ellenére a hölgyek figyelme, akik leégett vállára mindenféle kenőcsöket kínálgatva szólították meg, azzal a felajánlással, hogy szívesen ápolják is. Móra Ferenc hetedikes gimnazista korában egy diákmajálison ismerkedett meg a borbélymester szép, szőke árvájával. A következő évben, 1897-ben eljegyezte, majd, mint tudjuk, 1902-ben a Szegedi Naplóhoz való felvétele után össze is házasodtak. Megismerkedésükkor Ilonka a hódmezővásárhelyi óvónő képző növendéke, így ritkán találkoznak. A családhoz viszont közel kerül. Ilonka bátyjának korrepetálását vállalja az instruktor úr. Móra ezután a fővárosba kerül, ahol a Gyöngytyúk utcai ablaktalan albérleti szobáját leendő sógorával osztja meg. Talán a megszépítő távolság hat rájuk jótékonyan, minden esetre itt még semmi nem ad okot aggodalomra. Az esküvő napján viszont Móra Ferenc már pontosan tudja, hogy hibát követel. Megismerünk egy lányt és nőül vesszük? Nem. Nőül vesszük és azután ismerjük meg, írja a Borondságok című aforizma gyűjteményében. Ilonkával nem volt közös témájuk. Az asszony kevéssé intellektuális beállítottságú, a művészetek vagy férje munkája hidegen hagyja, egyedül a konyha művészetért rajong. A folyamatos viták elől is a konyhába menekül, Móra Ferenc pedig eleinte a munkába, még később más nőkkel való kapcsolatokba, miközben ne egy gyúró deszka szagú értetlenségéről ír vagy beszél közeli barátainak, és házasságát úgy jellemzi, mint egy gáján összebilincselve elvező két rab sorsát. Ilonka tehát süt, főz, legendás lakomákat csap, szakácskönyvet ír, Móra Ferenc pedig kalandozik, de holtáig kitart a felesége mellett. Szerelmei között akad menyasszony, Kalmár Ilona az utolsó nagy fellángolás, özvegy, az író Gulácsi Irén, és házas nő is. Találkozásukkor 1932-ben Kalmár Ilona 30, Móra Ferenc 53 éves, 30 éve házas, válásról szó sem lehet. Nem ezt látta otthon, ő családja anyagi támasza is. Marad a levelezés és a titkos találkák. A csinos, művelt nő nagy hatással van az íróra, akit a szakma nem tartott modern művésznek. Ebben az időben született a nőhöz írt versei, amelyek csak a hosszú életet megélt hölgy 1986-ban bekövetkezett halála után kerültek napvilágra, erre az általános vélekedésre cáfolnak rá. A nagyjából lányával egyidős nőt költeményeivel meghódító, korosodó hőszerelmes, Móra Ferencnek csak az egyik ilyen meglepő arca. A másik a közíróé és publicistáé, aki véleményét sosem hallgatja el, aki nem marad ki a politikai csatározásokból sem. Álláspontja a polgári radikalizmus, amely egy radikális függetlenségi politikát követő, radikálisan liberális vonal. Céljai: gazdasági önállóság a monarchiával szemben, önálló vámterület, a feudalizmus és klerikalizmus felszámolása, önkormányzatok létrehozása, általános választójog, gyökeres földreform, közoktatási reform, teljes gondolat, sajtó, gyülekezési és sztrájkszabadság.
Az Országos Polgári Radikális Párt 1914-es megalakulása után viszonylag későn, 1918-ban Szegeden is létrejön a párt, melynek Móra is tagja lesz, így bekerül a Nemzeti Tanácsba is, és november 2-án, mint törvényhatósági tag, a tanács megbízásából kikiáltja a köztársaságot. Ekkori szóhasználattal a népköztársaságot. Ekkoriban, az őszi rózsás forradalom napjaiban mondja egyik beszédében. A jövő társadalmának a tiszta kollektivizmus társadalmát kívánom, mint meggyőződésem szerint a legtökéletesebbet. A tanácsköztársaság kezdeti időszakában pozitív nyilatkozatokat fogalmaz meg, Memento című vezércikkében egyenesen lelkesen üdvözli a munkáshatalmat, mindezért az ellenforradalom győzelme után veszélybe kerül. Ezúttal Szeged új, irodalombarát, ráadásul Mórát nagyra tartó rendőrkapitányának közbenjárására menekül meg. Látható, hogy Móra nem csak most, hanem korábban és később is jócskán belekeveredett a politikába. Ellenzéki volt a dualizmus idején és a Horthy korszakban is. Az első világháború előtt is perelték felségsértésért, de 1914-ben is szembeszállt a hatóságokkal. Nem járult hozzá, hogy lapjában, a Szegedi Naplóban háborús propagandát folytassanak. Bár korábban vállalt szerepük a polgári radikálisokat a kommunistaság gyanújába keverte, és fő gondolkodójuk Jászi Oszkár egy helyütt írta is, hogy ha nincs más módja az ember testi-lelki kizsákmányolása megszüntetésének, akkor súlyosan korlátozva az egyéni szabadságot a kommunizmus útjára kell lépni. Ezek az értelmiségiek alapvetően csak programjuk, mélyreható reformjaik megvalósítását várták a forradalomtól, de maguk nem lettek forradalmárokká. Móra ugyan kritikus és ellenzéki marad, de nem válik harcossá. Nincs benne harci düh, gyilkos indulat. Szeretet az élet, s aki senkit sem szeretett, annak élnie sem volt érdemes. Hirdeti egyik versében. A szeretet az élet, 1907. Ugyanez lesz a kincskereső kisködmön fő tanulsága 1918-ban, és egy kései szerelem hevíti fel utoljára öregen és betegen is. Halála szintén regénybe illő. Sárgaság gyanújával kerül orvoshoz, epekövet diagnosztizálnak nála. A műtés során kiderül, hogy hasnyálmirigy rákja van, de a rossz hírt eltitkolják a beteg elől. Hogy megnyugtassák, egy másik műtét során eltávolított, egy idegen emberből származó epekövet mutatnak neki, mondván, hogy a műtét sikerült. Móra Ferenc azonban nem sokkal később belehalt. Mi szép a dal, ha szárnyra kél, lágyan susog, mint a levél, mint esti szél a levelen. Dalban sóhajt a szerelem, édes gyönyör lágy sóhaja, az égre száll minden szava, fölcsókolják a csillagok, daloljatok, daloljatok. Mi szép a dal, ha szárnyra kél, zúgó vihar hangján beszél, mint a villám a bércfokot, csapkodja fenn a zsarnokot, harsogva zeng, lángolva szól, szabadság szent oltáriról, ledőlnek a kevés nagyok, daloljatok, daloljatok. Mi szép a dal, ha szárnyra kél, a csükkedő újul remél, mint égi hang vigasztaló, fájdalmakat elringató. Mi szép a dal, vak éjszakán, a tömlöcök bús ablakán, vidulnak a szegény rabok, daloljatok, daloljatok. Mi szép a dal, ha szárnyra kél, bilincse nincs, senkit se fél, csapongva tör a nap felé, repül az Úr trónja elé. Örök szabad, szeplőtelen, világa nagy végtelen, ó szép dalok, dicső dalok, daloljatok, daloljatok.